A Laci! Jó, hát igen. Most is könyvben ábad a szemem a jobbik, amelyik nem üvegbű van. Éjszakánként magam előtt látom, amit elém toppant az utcán. Jó képű, 10 éves forma fiú csibész és mosolyol a szájas alkában. Néni kérem, átkísérem az utcán, mondta. Ritka rendes gyereknek tűnt. Hazafelé tartottam épp egy nagy szekkerrel a piacról. Jó, hogy itt a segítség? Kérdeztem, hogy hívják. Mondta, hogy ő a Laci, aki át szokta kísérni a néniket az utcán. Egyszerűen, hivalkodás nélkül mondta, láttam, szakemberrel van dolgom. Megköszöntem. Mondtam, 2 utcába feljebb lakom. Elindultunk, ő vezetett. Kicsit furcsálottam, hogy jobbra indultunk el, mikor balra lakom. Szóltam neki. Azt mondta, nem jó arra, mert baleset miatt lezárták a 2 utcát, körbe kell menni. Gondoltam, jó van. Mentünk úgy 30 métert, azt mondta, itt át kellene menni. Szétnézett, autó se jobbról, se balról, elindultunk át az útesten. Úgy fél úton járhattunk. Hát, többre nem emlékszem. Mikor hetekkel később felébredtem a kómából, először még fájt a bal kezem. De aztán elmúlt. Később az orvos elmondta, hogy van ez a fantomfájdalom, vagy mi a rosszabb. Szerintem valami kezdő volt, mert hát egyik lábam helyese fájt, meg a másik karom se. Ráhagytam. Hát egy darabig keseredtem azon, hogy lábaim meg a kezeim odalettek. De aztán megvigasztalódtam, amikor elmondták, hogy a házmester anyósát 2 héttel később Becsénél fogták ki a Tiszából. A csatornázási vállalat is rendes volt. Kaptam tőlük egy ilyen tolókocsit. Azt mondták, egy kicsit hibásnak érzik magukat, mert nem volt teljesen körbekerítve az építési terület, pedig amíg a csatorna fetlapokat nem rakják a helyre, addig ezt kellett volna tenniük. Az a szemét rendőrség is nyaggatott egy ideig, hogy adjak személyleírást, meg valami különös ismertetőjeleket kérdeztek. Szemét egy álmos banda, képesek lettek volna egy ártatlan gyereköt meghurcolni, vagy tudja a jó Isten, miféle istentelenségre készültek. Végül is 2 az utolsó pillanatban kikerülték a nyitott csatornát. A házmester anyó sem meg egy részeges, rossz indulatú banya volt, az ilyené nem kár. 2 hónappal később Lacika elhívott a nyakkendő szentölésre, vagy hogy a felébe hívják, az az úttörő avatás, azaz. Az ünnepség végén meg felajánlotta, hogy hazatol a rokkantkocsimmal. Nagyon jó lelkű gyerek volt ez a Lacika. Kérdeztem tőle, hogy a lépcsőn ki fog levinni. Mondta, hogy egyet se féljek, majd ő óvatosan letol a lépcsőn. Nagy, magas ház volt, tágas lépcsőházzal. Rendkívül óvatos volt a Lacika. Vigyázott, hogy ne döccenjen nagyot a kocsi. Hát az nem is döccent, se az első, se a másod, de még a 3. lépcsőfoknál se. Hát azután már csak egy vékony gyerek hangra emlékszem. Marika néni, kapaszkodjon! Áll meg a saját kiáltásomra. Bázd meg, mivel!